Komárom neves festőművésze Rauscher György 1902-ben született, és csupán 28 évet élt, ám ez idő alatt páratlanul értékes alkotásai születtek. Rauscher György 1930. október 3-án halt meg Komáromban családja körében. Halálának 90. évfordulójára emlékezve, alkotásaiból október 3-án kiállítás nyílt a Klapka György Múzeumban. A pandémiára való tekintettel megnyitót nem tartottak, de a járványügyi intézkedések betartása mellett várják az érdeklődőket. 1930. október 3-án halt meg Rauscher György festőművész. Ő Dorogon született 1902-ben, de néhány hónapos korában édesapja munkát kap Komáromban. Dorogon bányaorvos volt, itt pedig körzeti orvos lesz, és akkor a család ide költözik, és gyakorlatilag itt tölti gyermek és ifjúkorát a Bencés gimnáziumban. Érettségizik ott egyébként Harmos Károly neves festőművész rajztanának a tanítványa, és a Jókai Egyesület Szépművészeti Osztályának a különböző kiállításai már gyermekkorától és ifjúkorában is részt vesz. Majd a Képzőszeti Akadémián tanul Budapesten, és ezt követően a 20-as évek elején elindul vándorútra Európában, Olaszországban, Franciaországban, Bécsben, Németországban él és alkot. Vannak időszak, amikor Budapesten az eskütérre bérel egy műtermet, és ott lakik, illetve ott dolgozik. Nyári szünidőkben, meg amikor itthon van, akkor az Erzsébet-szigeten, a Bőti nyaralóban van egy helyiség, amelyet műteremként használ. Rauscher György fiatalkora ellenére rendkívül változatos munkásságú festőművész volt. Az 1920-as évek első felében az úgynevezett új tárgyasság nevű művészeti irányzatban alkot. Ez Bécsből indul ki, és többek között Bruegel vagy Klimt azok, akiknek a munkásságát követik, tehát az ő vannak rá hatással. Majd élete vége felé nagyjából 28-tól már az Art Deco-nak az irányába fordul. Ez nagyon jól passzol neki, ez a művészeti irányzat, hiszen például nagyon szereti a nőket ábrázolni és a szép hölgyeket festeni. Ezen kívül nagyon jó kapcsolatot ápol Berlinben, ahol 1928-tól él egyébként, a korszak berlini arisztokráciájával, híres filmszínészekkel, vagy később híressé vált filmszínészekkel, filmszínésznőkkel. Ráadásul 1920-ban megnyeri a berlini Scher kiadó címlap pályázatát, ami azt jelenti, hogy a kiadó különböző divatlapjainak, heti vagy havilapjainak a címlapjait, illetve a belső oldalait is illusztrálja, tehát ezeken is megtalálhatók az ő képei. A kiállításban lévő képek nagy része a múzeum saját tulajdonában van. A gyűjteményben található 10 darab eredeti festményt Rauscher György fivérétől Rauscher Lászlótól ajándékként, illetve 1997-ben bekövetkezett halála után hagyatékként kapta meg a múzeum. Van 13 1928-29-30-ból származó címlapnyomatunk, tehát eredeti nyomatunk, amelyek a bizonyos folyóiratoknak a címlapjait vagy a belső oldalait díszítették, illetve csináltattunk, tehát kinyomattunk olyan képeket, amelyek más tulajdonában vannak, azért, hogy érzékeltessük az ő sokfajta tevékenységét. A múzeum több mint két évtizede gondozza Rauscher György emlékét. A tavalyi évben megjelent a Komáromi Klapka György Múzeum 28. katalógusa, amely a komáromi származású festőművész életét és művészetét mutatja be. A kiállítás a múzeum Kelemen László utca 22-es számú főépületében 2-től vasárnapig 9-től 17 óráig tekinthető meg. A tárlat előreláthatólag 2021. február végéig látogatható.